Eljött hát ez is, FA Kupa döntő. Hát még egy kicsit odé van, még csak hajnal 1:30 van itt Manchesterben, most indulok Londonba. Izgulok, félek, de hát nem mondanám, hogy magabiztos vagyok, de nem rettegek, mondjuk így, fogalmazzunk így. Esélyeket illetően százalékban 30%-ot adnék magunknak a győzelemre. Remélhetőleg nem fog hosszabbításig menni a dolog, mert Antony elvileg nem lesz, Martial ugye nem lesz, úgyhogy ez azt jelenti, hogy valószínű, szinte garantált, hogy Garnacho, Sancho és Rashford fog kezdeni. Úgyhogy cserre lehetőség, normális csere az nem sok lesz. Meglátjuk. Are you ready? We're ready! Are you ready?
Thank you.
Today's Emirates FA Cup final player of the match is Manchester City's number 8, İlkay Gündoğan. A lehető legszabad kezdés után visszajöttünk a meccsbe. Közel sem vagyok annyira csalódott, mint amire számítottam, hogy lennék, hogyha kikapunk, de az a bosszantó, hogy ez a City, ez ma szerintem igencsak fogható volt. És nem éreztem azt egyetlen pillanat alatt sem a 90 percben, hogy mindenki 100%-osan oda teszi magát. A City is csak 50%-on volt. Elég is volt, de pont ezért idegesítő, mert szerintem ma abszolút nem voltak jók. Mi sem, nyilván. Megérdemelten nyertek, és sajnos most már abszolút nem rajtunk múlik, én meg lesz nekik a tripla. Úgyhogy innentől kezdve hajrá Inter, és az Inter a Citynek meg a büdös próbálját.